Sziasztok! Ahogyan a videó címéből is kiderül, a szívkoherenciáról és az elmeprogramozásról, a kettő közötti különbségről, illetve az ezekhez kapcsolódó spirituális tanításokról lesz szó. Az utóbbi időben nagyon sok olyan üzenetet kaptam, amelyben kéritek, hogy mondjam el a véleményemet bizonyos spirituális oktatókról, vagy éppen tanításokról. Én ezekre soha nem szoktam egyenesen választ adni, sőt legtöbbször válaszolni sem, ennek az oka pedig a következő. Egyrészt én betartom a szabad akarat törvényét, másrészt pedig az intuíció törvényét is. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek a munkásságát nem érzitek igaznak, akkor nem kell őt követni, ez természetesen az én munkásságomra is igaz. A másik, szintén személyes jellegű dolog, amit beküldtetek, azok bizonyos minősítések más oktatók által. Ezekről én csak annyit szeretnék mondani, hogy én ezekkel eddig sem foglalkoztam, és a jövőben sem fogok. Mindig lesznek olyan emberek, akik spiritualitást fognak hirdetni, és szívfrekvencia alapú gondolkodást, de pontosan ők lesznek azok, akik másokat minősítenek, vagy videóban, vagy pedig kommentek által. Én itt szeretném azt kifejezni, hogy ez nem az én szintem egyrészt, másrészt pedig itt szeretnék megosztani egy kimondottan egóra épülő tanítást, amit viszont még évekkel ezelőtt Osótól tanultam, és büszke vagyok rá, hogy megtanulhattam. Ez pedig így hangzik. A győztesek azok, akikről beszélnek, a vesztesek pedig mindig azok, akik másokról beszélnek. Úgy gondolom, hogy ezzel mindent el is mondtam. És akkor térjünk rá egy kicsit a szívfrekvenciára és az elmeprogramozásra, mert bármennyire hihetetlenül is hangzik, de ez a kettő sajnos összefügg. Tehát a szívfrekvencia alapú gondolkodás az igényel egyfajta intelligenciát, mint ahogy a legtöbb spirituális tanítás is, és úgy gondolom, hogy a kettőnek együtt kell megtörténnie. Küldtetek nekem még régebben olyan üzeneteket, hogy az Isten a szívben lakik, illetve hogy az Isten a szívfrekvenciában fejeződik ki. Én akkor ehhez szeretnék egy pár szót hozzászólni, mert én ezt nem teljesen így gondolom. Amellett, hogy fontos a lelki világunknak a táplálása és az empátia mások iránt, valamint a segítségnyújtás és a szívfrekvencia alapú gondoskodás, úgy gondolom, hogy egyrészt ez az elméből is ered, és mindjárt el is magyarázom, hogy miért. Elég csak azokat az anyagokat, eugenikai anyagokat vagy chemtrailből származó vegyi anyagokat alapul venni, de akkor ne is menjünk nagyon messze, elég csak a fluorid példáját megemlíteni. Ezek mind olyan anyagok, amelyek különböző agyi területeket érintenek, például a tobozmirigyet, bizonyos agytörzsi funkciókat és a kognitív felismerő központokat, amelyek kimondottan az önfelismerésért és önébredésért felelősek. Ezek közül nagyon sok olyan anyag van, amely szintén a cselekvőképtelenséget és a gondolkodásmódbeli hiányt idézi elő, és ezek egyértelműen a szívbéli gondolkodást is befolyásolják. A titkosszolgálatok már nagyon régen létrehoztak olyan technológiákat, amelyel meg lehet bontani az elmét, tehát személyiségzavart és személyiségtorzulásokat, illetve különböző személyiségeket lehet vele létrehozni. Aki ennek az elmeprogramozásnak az áldozata, az nem lesz képes megérteni bizonyos dolgokat, és nem fogja tudni alkalmazni a szívfrekvencia alapú gondolkodás sem, hiszen nem fog tudni visszatérni abba az alapállapotba, ami tényleg az isteni rezgést, illetve a normális szívfrekvencia alapú gondolkodást jelenti. Arról pedig nem is beszélve, hogy vannak bizonyos technikák, és itt akkor elsőként a hipnotikus technikákat fogom megemlíteni, amelyeket fekete mágiával ötvözve ők is, a világ hatalmi emberei alkalmaznak egyébként rajtunk. Innen ered a média, a hamis igazságszolgáltatás, a hamis egészségügy és a többi. De erről majd egy másik videóban. A szívkoherencia állapotnak minősül az is, amikor nem teszünk meg olyan dolgokat, amelyek tulajdonképpen nem mi vagyunk. Nem hajtunk végre olyan cselekedeteket, amelyek során megkárosítunk másokat, vagy éppen olyanokat, amelyek nem állnak hozzánk közel. Mert nem a mi energiánk, és nem a mi rezgésszintünk. Legalábbis én ezt a vonalat képviselem, mert úgy érzem, hogy ez az én belső utam. Az elmeprogramozásra visszatérve szeretnék külön köszönetet mondani azoknak, akik beküldték a negatív álmaikról szóló tapasztalásaikat, és hozzájárultak ezáltal ahhoz a kutatási folyamathoz, hogy megnézzük, hogy pontosan
milyen programok futnak a háttérben, illetve hogy valóban ezek az emberek az álmaik alapján negatív bármilyen beavatkozás vagy programozás hatásköre alá esnek vagy sem. Végszóként pedig arra a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy miért cseréltem le a profilképeimet a Vendetta Guy képekre. Ne tévesszem meg senkit egy-két csúnyácskább kép, hiszen a külső az mindig csak illúzió, soha nem a valóság. A másik dolog pedig, hogy nem szeretnék a személyem, sem pedig az arcom köré személyi kultuszt kiépíteni. Ettől függetlenül a jövőben fogok még egy pár olyan videót csinálni, amit személyesen fogok felvenni, viszont ez nem lesz általános. Ennyit szerettem volna mondani ebben a nagyon röpke videóban. Szerettem volna tisztázni a szívkoherencia és az elmeprogramozás közötti összefüggéseket. Én úgy gondolom, hogy a kettő kéz a kézben jár. Ez rendkívül jól megfigyelhető a jelenlegi helyzet esetén is, ahol tudatszint alapján vannak szegregálva az emberek. Nem egyformán hatnak ránk bizonyos biológiai anyagok sem, és nem egyforma rezgésszinten jöttünk erre a bolygóra. Ezek tények viszont mindig a fejlődés és a változás lesz az, ami folyamatosan mozgásban fogja tartani az egész világot, a kvantummezőt, a földbolygót, az univerzumot és mindent, és nem pedig egyetlen egy dologhoz való ragaszkodás.